Kedves nézőink, folytatódik a sorozat, amelyben csak ülök és kérdezek, és ezúttal egy fiatal hölgy van itt velem képben és hangban Budapestről, Huszár Noémi, aki azonban miskolci kötődésű és születésű is, ugye jól tudom, Noémi? Így van, illetve nem teljesen, mert Szikszón születtem. Mondhatom rólad, hogy blogger, vagy vlogger, vagy influencer, mi vagy tulajdonképpen? Videoblogger voltam, Miskolc videobloggere, hogyha lehet így mondani. De egy éve ez inaktív ez a dolog, de nagyon szerettem csinálni, és nagyon nagy élmény volt az a másfél-két év, amíg ez volt. Már nem vagyok az. Egyébként médiával foglalkoztam az elmúlt években, és abból is éltem. Most pedig egy közösségi irodát nyitottunk, ahol különböző workshopokat tartunk, illetve a média irány is szintén megmarad, csak más formában. És hát pénzből még egyelőre, aztán utána lehet, hogy tokenekből, coinokból, kriptovalutákból, meglátjuk. Ez a jövő? Ez. Csak figyelni kell. Figyelni kell, sok helyről kell információt gyűjteni, sok emberrel kell beszélgetni, és az embernek körvonalazódik. Én a jövőt a társadalmi vállalkozásokban látom, és az alulról szerveződő közösségeknek az összefogó és együttműködő munkájában. Tanulni kell, informálódni kell, és olyan emberekkel kell körülvenni magát az embernek, akiktől tanulhat, és akik vezetik, akiknek van elképzelésük, van jövőképük, és tudják, hogy merre mennek. A beszélgetésünk apropója is az, hogy te nagyon sok olyan dologba vettél részt, és jártál emiatt a világ több pontján, köztük Amerikában is, amikről most a koronavírus kapcsán szó esett, nevezetesen az ilyen alternatív és egyéb olyan munkák, amelyek nem nagy korporátokhoz, nagy vállalatokhoz kötődnek, hanem adott esetben jó szolgálati tevékenységeknek is tekinthetőek. Igen. 2015-16 környékén láttam meg az első videót, aminek hasonló volt a témája, és Tóth Gábor a Tudatos Fiatalok Közösségének az alapítójával volt egy interjú, és én felfigyeltem erre a videóra, illetve a témájára, és megkerestem azt a szervezetet, akikről akkor abban a videóban szó volt, és mondtam, hogy nagyon szívesen önkénteskednék, mert ez a cél és ez a dolog, amit ők szolgálnak, ez nekem rendkívül vonzó. És akkor elkezdtem önkénteskedni, és így egyre több olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akiknek ilyen a gondolkozásmódjuk, akik ilyen elvek mentén élik az életüket és rendezik a dolgaikat. És hát most ott járunk, hogy most egy társadalmi vállalkozó képzést is fogunk elindítani, aminek kifejezetten az a célja, hogy valódi társadalmi problémákra találjunk megoldást közösen, és ez alapján vállalkozzunk, és értékteremtő vállalkozókká váljunk ezáltal. Mondj egy példát erre, hogy mire kell itt gondolni. Hát például ezek lényegében, amiken dolgozunk, ezek vállalkozó hálózatok. Tehát egy társadalmi vállalkozásnak a lényege az, hogy egyedül van benne az ember, de sosem dolgozik egyedül. És lényegében egy társadalmi cél, vagy egy társadalmi szükséglet, az a társadalom tagjai által, konszenzus módszerrel megállapított szükséglet. Tehát mondjuk, hogyha összegyűlik 5, 6, 7, 8, 10 vállalkozó, és ők társadalmi vállalkozásban szeretnének tenni, akkor az általában ez így szokott alakulni, hogy mi az, amilyen problémára ők szeretnének megoldást találni. És mi abban segítünk, hogy az együttműködést egy olyan modell alapján segítünk felépíteni, ami működőképes, és segít egy olyan rendszerben működni nekik, mint egyének,
de mint csoport, ami mindenkinek jó, és a társadalomnak is jó. A korodbeli fiataloknál azt mondod, hogy többen vagytok, akik ilyen szinten gondolkodtok? Tehát nem mindenkinek az a cél, hogy öltön, nyakkendő, kis kosztüm és vezérigazgató helyettes, utána vezérigazgatói szék? Én csak azt látom, akik környezetében én mozgok, és én igyekeztem olyan emberekkel körülvenni magam így az elmúlt pár évben, akik hasonló elveket vallanak, és hasonló értékrenddel bírnak. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy a statisztika mit mutat, de hál' Istennek engem ilyen emberek vesznek többnyire körül. Mi ez az elv, és mi ez a szemléletmód, amit te képviselsz? Értékteremtés alatt azt értem, hogy ha én úgy gondolom, hogyha egy ember megtalálja a küldetését, és aztán sok olyan ember jön össze, aki szintén megtalálja a küldetését, akkor az nem véletlen. És valóban, aki bankban dolgozik, aki kenyeret süt, ez mind érték, de a társadalom átalakul. Negyedik ipari forradalom van, mesterséges intelligencia forradalom lényegében. Átalakulnak a munkáink, átalakulnak a társadalmi rendszerünk, a gazdasági rendszerünk, minden átalakul. És ennek eredményeképpen az is átalakul, hogy mivel tudunk foglalkozni. És rengeteg olyan munka lesz, ami meg fog szűnni. Ezáltal olyan megoldásokra van szükség, ami paradigmaváltó. És tud alkalmazkodni ahhoz a változásokhoz, azokhoz a változásokhoz, amik akár tetszik, akár nem eljönnek. Hát most egy ilyen nem tetszik változás előtt állunk, hiszen azért ez a mostani pandémia, ez azért rányomja a bélyegét a gazdaságra és a társadalomra egyaránt. Te mit gondolsz, hogy miben fog megváltozni most a világunk? Mindenben. Jó esetben, sok mindenben, egyébként inkább ezt mondom, hogy van olyan, ami nem is baj, hogy megváltozik. Jós az nem vagyok. Amilyen dolgokat és információkat követek, abból lehet következtetni dolgokra. Milyen változást vársz? Az, hogy várom-e, nem azt mondanám, hogy várom, csak készülök rá. És amit az előbb elmondtam, gazdasági változás, a munkahelyeken, a munkával kapcsolatos változások. Én azt gondolom, hogy az alkalmazotti lét az egyre kevésbé lesz népszerű, és mindenkinek előbb-utóbb felelősséget kell vállalnia, mint munkaerő. Ez az alternatíva, ez nem új, ez azért már egy pár éve elindult és van, viszont ezzel a Covid helyzettel egyre több ember, illetve elég sok ember kényszerült arra, hogy átgondoljon dolgokat. Egyrészt a bezártság miatt, másrészt a felmerült problémák miatt, másrészt, mert belegondoltak, hogy basszus, itt van egy Covid, és összedől a gazdaság, összedől a világ, úristen, mi van, nem vagyunk biztonságban. Tehát magunknak kell elkezdeni megteremteni a biztonságot a saját eszközeinkkel, azzal, amink van. Arra viszont úgy jövünk rá, hogy mink van, hogy elkezdünk kapcsolódni másokhoz, és elkezdjük összedobni azt, amink van. Ebből kialakulnak olyan közösségek, amik képesek önellátásra, önfenntartásra, és aztán akár kitalálnak maguknak egy közös fizetőeszközt, egy tokent, amiből lehet majd coin, ami aztán mehet a kriptovaluta tőzsdére, aztán a többit még nem tudom. De hogy ezek a dolgok már vannak, és ezek a dolgok már nem új dolgok. Aki elkezd foglalkozni vele, látja, hogy ez nem skifi, hanem ez már most történik. És ez a helyzet, ami most alakult, egyre több ember jön rá, hogy úristen, tényleg ez a jövő, ami már most van. Ilyen másfél hónapja hoztuk létre egy közösségi központ,
ahol projekteket inkubálunk, lényegében szellemi tőke befektetést végzünk, és elsősorban személyes brendeknek, és hát volt több programunk is már, volt egy napindító és napzáró, ilyen rendszerteremtő program volt, és minden nap közös meditációval indítottunk, most éppen közös csíkunggal indítunk reggelente, délután pedig volt egy napzárás, egy hálaadás, és igen, reggel még volt célállítás is, az fontos, hogy mindenki tudatosította magában, hogy mi aznapra a célja, mit szeretne megcsinálni, illetve workshopokat szervezünk, volt meditációs workshopunk már, aztán a legutóbbi egy légzésterápia workshop volt, ilyeneket csinálunk ott, és projektinkubálunk. Mindenki érzi azt, hogy hol a helye, vagy hogy hol nincs. És hogyha valaki vágyik arra, hogy tartozzon valahová, akkor előbb-utóbb meg fogja találni azt a közösséget, akár küldetés közösséget, akár nagyobb közösséget, amivel egy irányba mehet, és akikkel tud kapcsolódni, és nagyon sok ilyen közösség van már globális szinten. Kisebbek, nagyobbak, van akik egy nagy vízió felé mennek, valakiknek csak az a lényeg, hogy egy kis bölgybe letelepednek, és akkor kertészkednek, állatot nevelnek, összejönnek, kosarat fonnak, és hogy ezek így vannak, és egyre több van. És lesz olyan, aki soha az életben nem jön majd kriptovaluta tőzsdére, de lesz olyan, aki igen. Na de te is azt mondod, hogy a negyedik ipari forradalmat érjük, mesterséges intelligencia, és akkor vannak olyanok, akik kosarat akarnak fonni. Persze, nagyon sokan. Nagyon sokan. Mert valaki nem vágyik erre. Valakit megijeszt ez a dolog. És a mesterséges intelligencia, még Elon Musk is egyet mond, meg más is, aki szintén egy Elon Musk szinten van, ő is tök más mond. Tehát ezerféle vélemény van erről. És ez a társadalmat is megosztja. Valaki vágyik erre, valaki többet akar tudni, valaki hozzá akar járulni, valaki teljesen ki akar belőle maradni, és ez így van jól. Mert így találja meg mindenki a helyét. És mindenki akármilyen elképzelésen van, akármennyire beteg, vagy szélsőséges, vagy általános, vagy ilyen, vagy olyan, mindegyikhez meg lehet találni a saját közösséget. Erre van az internet, el lehet érni bárkit a világon, bárkihez lehet kapcsolódni, és lehet közös célokat meghatározni, és menni a közös célok felé. És rengeteg ilyen projekt is szerveződik. Ugye ez az első projekt, ahol én önkénteskedtem. Itt is az első workshop, egy ilyen előadás sorozat volt lényegében. Egy olyan előadás sorozat volt, ami a világban ilyen 5-8-10 országban volt megrendezve, és akikkel megrendeztük, soha az életben nem találkoztunk előtte. Interneten megszerveztük, meghívtuk az előadókat, kibéreltük a helyet, és ott lett egy rendezvény, ami egyébként egy ilyen hálózatos rendezvény volt, minden ország a saját témaköré, a saját országába, vagy a saját városba, különböző témakörökben, de kapcsolódó témakörökben hívott előadókat, és így lett belőle egy ilyen globális mozgalom lényegében. És ilyen sok van. Egy jobb világ. A cél az mindig egy jobb világ. Ez azért most egy szubkultúra, tehát azért mondjuk úgy, hogy ti vagytok a mostani beat nemzedék. Igen, anno a hippik is zenéket csináltak, All You Need Is Love és társai, és én azokon a zenéken nőttem fel. És én úgy gondolom, hogy minden nemzedéknek megvan a szerepe egy jobb világban, mert hogyha én nem azokon a hippi zenéken növök fel, akkor most nem tudok konkrét dolgokat tenni, mert máshogy programozódok gyerekkoromban. De így programoztak, és most nekem megvan már egy tudásom ahhoz, hogy tudjak konkrét dolgokat tenni egy jobb világ érdekében. És majd az én gyerekemnek majd megint máshogy lesz. Én is leszek hatással valahogy, majd én is megöregszem, jön az új nemzedék, akkor én átadom a tapasztalatomat, ő hozza az új inspirációt, abból lesz valami, és igazából ez a folyamata.
az élet az egy nagy yin-yang. és az egyensúlynak fent kell állni. És most belemehetünk abba, vagy el lehet kezdeni azt firtatni, hogy oké, de most ki támogat kit, meg minek ezt a jót csinálni, amikor azon az oldalon az a rossz van. Pont azért, hogy egyensúly legyen. És nem tudjuk, hogy 50 év múlva, 100 év múlva milyen lesz az egyensúly, lehet, hogy addigra egy tökéletes lesz, lehet, hogy két teljesen szélsőséges világ fog létrejönni, de az egyensúly az van. És vannak jó dolgok is, meg vannak rosszak. És ez így szerintem ebbe a duális világba ez így rendben van. Mert hogy most duális világ jön, vagy már az van? Hát az van, igen, persze. Férfi, nő, igen, nem, rossz, jó. Ezek duális dolgok, duálisan gondolkozunk. Meg lehet ebből élni? Persze. Itt az élő példa. Mindenből meg lehet. Furcsa dolgokból is meg lehet. Lehet, hogy így nem is tudom, milyen példát hozzak, ami teljesen értelmetlen. És ha teljesen értelmetlen dolgokból meg lehet élni, akkor miért gondolja bárki azt, hogy értelmesből nem lehet? Márpedig ez az. Legyen ez a végszó.